Nyugat-Európában már réges-rég megvan 40 éves a recept, csak alkalmaznunk kell Magyarországon is. Maga a kémiai gyérítés az a tűzoltáshoz hasonlítható, tehát repül a szúnyog, és kezeljük. Itt ezzel a megoldással egyel előrébb megyünk, és már lárva alakban megpróbálunk tőlük megszabadulni. Tehát nem is engedünk nekik teret, hogy kikeljenek. Ráadásul maga a módszer, amit elhoztunk, az környezetbarát abban a tekintetben, hogy csak és kizárólag a szúnyog lárvákat intézi el és gyéríti. Ezáltal maga a környezetbarátsága, a környezettudatossága is hangsúlyosabb ennek az eljárásnak. Ezek a speciális különböző szenzorokkal felszerelt drónok fogják belepülni azokat a korábban már feltételezett vagy ismert szúnyogtenyésző helyeket, és ezek a szenzorokkal le fogják tapogatni az aljzatot, hogy milyen mélyedések vannak a terep felszínen, és ezekből egy digitális térkép fog készülni. Rendkívül jól feltérképezett rész Pécs országos szinten szúnyog szempontból. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy Pécsnek a jelentős szúnyogártalmát ezt a kertek alatti tenyészőhelyek adják, és ennek az eljárásnak, amit ez a cég hoz el, szerves része az úgynevezett integrált szúnyoggyérítésnek, hogy a lakosságot is felkeressük, és szórólapokkal, magyarázatokkal szolgálva arra, hogy a házak körül hogy tud megszabadulni a szúnyogtól, segítünk a teljes városban is lejjebb nyomni a szúnyogártalmat, és idővel, egy-két éven belül ez nagyon komoly mértéket tud ölteni olyan formában, hogy akár kémiaira sincs szükség. Ez a technológia magasabb hatásfokkal dolgozik, mint a kémiai gyérítés. Ez egy hosszú távú megoldás, ami a prevencióra helyezi a hangsúlyt. A biológiai írtás egyamolyan csendes munka, mert már azelőtt kezelve van a probléma, hogy megérkezne, hiszen a csípőszúnyogot nem kikelt állapotában, hanem még lárva állapotban írtjuk le. Ugye a tigris szúnyog, ázsiai bozót szúnyog, koreai szúnyog, mindig amikor hallunk valamilyen keleti hangzású szúnyog nevet, ezek a szúnyogok terjednek, mint a rossz seb egész Európában, és nálunk is, mind a három itt van egyébként Pécsen is, pontosan ezek miatt a kutatások miatt tudjuk, és visszakanyarodva az előző mondani valómra, éppen ez a megoldás az, ami az ő problémájukat is enyhítheti, ez a kertek alatti tenyészőhelyeknek a felszámolása, hiszen ezek a szúnyogfajok kifejezetten kötődnek a ház körüli tenyészőhelyekhez, imádnak a közelünkben tenyészni és ott meg is bújni, és rólunk táplálkozni. Úgyhogy ez a fajta megoldás és biológiai gyérítés és szemlélet, ez tőlük is megszabadíthat minket. Ezek a szúnyogok ugye két lépcsőben hordoznak veszélyt, elsőként mindig megtelepednek, és erre forgatókönyveket most már többet is láttunk Európában. Megtelepszik, jól érzi magát, enyha a tél, át is telel, egyre nagyobb számban van jelen, és időkérdés, hogy mikor jön be egy-egy trópusi betegség is, akár egy turista formájában, akár egy fertőzött szúnyog formájában, és kisebb járványokat ki tud robbantani. Ugye Olaszországban erre több példát is láttunk, az úgynevezett csontörű lázjárvány, ugye itt van a nyugat-nílusi lázjárvány Magyarországon, nyugat-nílusi lázvírusa, bocsánat, de abból volt egy járvány két éve. Tehát ezek azok a dolgok, amik velünk vannak, kevésbé látványosan egyelőre, de éppen úgy tudjuk őket megelőzni, hogyha magukat a szúnyogokat is kordában tartjuk, és nem engedünk teret ezáltal maguknak a vírusoknak sem.